November, sajátosan a Szentek hónapja. Minden Szentek ünnepével indítja az Egyház azoknak a tiszteletét, akik az Egyház bármelyik történelmi korszakában példaképek, pártfogók, Jézus Krisztus hiteles tanúi voltak. Ebben a sorozatban a hónap elején emlékezünk Pórez Szent Mártonra, akit talán kevésbé ismerünk itt Európában hiszen Dél-Amerikának a szentje. Amikor itt Európában a vallásháború dúl, a reformáció után vagyunk, a 16. század második felében, vagy később pedig a 17. század elején a 30 éves háború borzalmait éli át Európa, Dél-Amerikában a misszió ügye virágzik. Egy sajátos képviselőjelet ennek a dél-amerikai missziónak Peruban, Límában, Poresz Márton, aki ott született, egészen sajátos módon. Ezt azért hangsúlyozom, mert az édesapja egy spanyol nemes ember volt, egy hívő ember, aki részt vett a misszió ügyében, szolgálatában, és ott ismerte meg a néger származású feleségét. Tőle született egy lánya és a kis Mártonka, akit nagy hitben és szeretetben nevelt az édesanyja, azoktán is, amikor az édesapja elhagyta őket. Állami tisztvés lett, és nem engedték meg neki, hogy magával vigye a néger feleségét. Ezt a fogalmat megint csak nem nagyon ismerjük mi Európában, a mulat származást. Ez azt jelenti, hogy egy fehér embernek és egy néger embernek a gyermeke. És ez végig kíséri az egész életét, a megaláztatás, kirekesztés, a hátrányos helyzet. Mivel édesanyja vallásos hitben nevelte, aki kis Márton úgy érezte, hogy a Jóisten különleges hivatást ad neki, és jelentkezett a domunkos szerzeteseknél. Be is vették a kolostorba, de közölték vele, hogy mivel ilyen származása van, félvér, a rendi szabályzat szerint nem lehet pap, de még rendes szerzetes testvér se válhat belőle. Befogadták őt, mint testvért. És ő elfogadta ezt a megalázó helyzetet, de az ő nagy szívével, nagy lelkével nagyon sok emberen segített. Megtanulta a gyógyításnak különféle módjait, és nagyon sok emberen segített. Ott a kolostoron belül, de a kolostoron kívül is. És talán éppen az ő személyén keresztül döbbenünk rá arra, hogy mit jelent az, hogy a világot teremtő Isten Jézus Krisztus személyében vállalja mi ember sorsunkat, Márja fiaként. Ő, aki gazdag volt, értünk szegény élet. Így olvassuk a szentírásban. És ez a kis Márton életében, és hát a későbbi felnőtt Mártonnak az életében ami emberi fogalmaink szerint is érezhető. A megalázottság, az a lenézett állapot a fehér emberek részéről, és sajnos az egyházunk részéről is. És éppen ezért az ő személyén keresztül tudjuk talán megsejteni, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus személyében az Úristen vállalja ezt a megaláztatást, hogy értünk mindent odaáldozzon a keresztúton, a kereszten, mint halálig. Szent Márton nagy hittel és nagy imádságos lelkülettel tekintett Jézus keresztjére, és onnan merített ő is erőt, a megalázottságában. De ugyanakkor az Eukarisztia, az oltári szentség volt az az erőforrás, ami felettetett minden sérelmet az ő lelkében, és csak azt nézte, amire Jézus adott példát, hogy mit tehet a szegényekért, a rászorulókért, a betegekért. Annyi év távolából ma is példaképünk lehet Jézus útján. A szegény és alázatos Porres Szent Márton, aki közel hozza hozzánk Jézusnak a szeretetét, Jézusnak a lelkületét, hogy mi is kövessük őt hogy amit egynek tehetünk a legkisebbek közül, azt neki tehetjük. Neki viszonhasszatjuk azt a szeretetet, amely előfordult felénk.